Ekközben újabb vitákat generált az ellenzéki pártok között a leendő frakciók tervezése. Az összefogás mind a hat pártja külön képviselőcsoportot alakítana, sőt Márki-Zay Péter a párt háttér nélküli civilekből még egy hetedik frakciót is szeretne létrehozni. Az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom viszont azt mondja, a parlamenti választásokon közös listán induló pártok a választás után csak egy frakciót alakíthassanak az országgyűlésben. Erre Vadai Ágnes, a DK alelnöke egyszerűen így reagált: árulókkal nem foglalkozunk. Szerintem a legegyszerűbb mondat azt mondani, hogy árulókkal nem foglalkozunk. Ezt a Szányi Tiborra érti? Ezt azokra értem, akik úgy gondolják, hogy ebbe az irányba kell menni, hogy minél nehezebbé kell tenni nem az ellenzéki pártok életét, félreértés ne essék, hanem az ellenzéki pártok mögött lévő sok millió ember életét. A stúdióban pedig Szányi Tibor, az áruló. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ezt a maszkot csak azért tartottam magamnak, hogy a nézőket diszkréten emlékeztessem arra, hogy talán érdemes újra elkezdeni a maszkviselést. Ez majd a következő beszélgetés témája lesz. Ugye? Most beszélgessünk erről az árulásról, illetve az összefogásról. Mi erről a véleménye? Nézze, az, hogy egy minősített áruló valakit árulónak nevez, ez nem egy nagy sértés. Ugye a demokratikus koalíció genezise az egy orbitális árulás volt, hiszen én élénken emlékszem arra, amikor még Vadai Ágnes és jó magam is a Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselőcsoportjában ültünk. Ő és még néhány képviselőtársunk tiszta szívvel, nyílt tekintettel részt vett a frakció döntésekben, miközben már hetek óta egy másik pártot alakítottak. Hát akkor azt hiszem, hogy mindenki egyértelműen, meg még a teljes szakma ezt egy árulásnak minősítette. Ennél fogva én azt gondolom, hogy nem kellett olyan nagyon megsértődni. Gondolom, hogy a gyermekkori énje jutott eszébe Vadai Ágnesnek. Mit szól egyébként Márki-Zay Péter győzelméhez? Dobrev Klára vereséget szenvedett. Ezt kevesen jósolták volna, hogy a DK, amelyik a legerősebb ellenzéki párt, a miniszterelnök jelöltje, viszont mégis elveszíti az előválasztást. Ezt hogy látja? Én ezen kicsit csodálkozom, mert gyakorlatilag az első fordulóban a Dobrev nem Dobrev tábort, ha nézzük, Dobrev Klára 34%-ot ért el. Magyarul hát egyharmad-kétharmad arányban volt ez a meccs, és azért ez az előválasztást alapvetően erre írták ki, hogy Dobrev vagy nem Dobrev. Ugyanúgy, mint ahogy most mondják ők, hogy Fidesz vagy nem Fidesz. Ugyanez a szituáció. Na most kétharmados első kör után azért én inkább azon lepődtem volna meg, ha ez Dobrev Klára megnyeri. Viszont nagyon szépet javított, hiszen 43%-ot ért el a második fordulóban. Magyarul én azt gondolom, hogy szinte mindegy is, hogy a nem Dobrevek közül ki lett volna a jelölt, tehát a bárki vette volna nevére a nem Dobrev tábort, ez nagyjából megfelel a realitásoknak, úgyhogy én nem tudom, miért kell ezen olyan nagyon csodálkozni. A nem Dobrevek nevében kérdezem akkor, hogy ugye mondta ezt a közös frakciót, hogy alakítsanak közös frakciót majd az országgyűlésben, ezt hogyan lehet elképzelni? Van ennek bármilyen politikai realitása, hogy 6 vagy 7, ezt még nem tudni, hogy hány frakciót kellene összegyúrni, úgyhogy azért elég jelentős nézet és véleménykülönbségek vannak, nem mindenki kedveli a másik politikust ott különösebben. Működőképes lehetne ez bármilyen összetételű parlamentben is? Az ötlet, vagy a felvetés, inkább így mondanám, azonnal jött, hogy Márki-Zay Péter egy nagyon erős korrupcióellenes vonalat hirdetett meg. Márpedig az ilyen alakítsunk habokra frakciót, ez tipikusan a politikai korrupciónak a meleg ágya. És Székely Sándor, az országgyűlési képviselőnk, ő be is adott egy ilyen indítványt, hogy hát azért most már ne viccelődjünk, hát ott van például a Fidesz oldalán a KDNP, amelyik semmilyen mérés szerint önmagában a parlament közelében nem jutna, nemhogy be az ülésterembe, mégis egy bő évtizede frakciója van. Az ellenzéki oldalon ugyanez, a Párbeszéd, amelyik három képviselőt ott felmutatni, összekalapáltak kettőt valahonnan. Így hát például az MSZP-ből is. Például egy kölcsönadott ember, na most így kreáltak frakciót, oké. Na most viszont az, amikor valaki meghirdeti, hogy gyakorlatilag eleve 6 frakció lesz,
közösen indulnak, de hat felé fognak oszlani. Tehát az ellenzéki egységet rögtön felszámolják, amint az országgyűlésbe jutnak. Hát ezt nem olyan értettük, de amikor a főjelöltjük még beállt ez az öt, na most még egy hetediket is, úgyhogy nincs is pártja, nem is tudom, kinek a nevén futna az a frakció, mert... Hát Pálinkás József. József igen, nevét dobta be, igen, és ezt csak a, hát ezt ilyen a néppártosodási vonalat erősíteni. De ilyen párt nem is indul a választásokon, tehát a választásokon nem induló párt frakcióra tegyen szert, azért ez valahol a választói akaratnak a megcsúfolása. Nem gondolja, hogy itt semmi más nem áll a hátterében, bocsánat, hogy szavába vagok, de hogy tehát politikai hátországot kell kovácsolni a Márki-Zay Péternek, ha életben akar maradni most a politikai hadszíntéren? Oké, de ő gyakorlatilag egy miniszterelnöknek, most tételezzük föl, hogy ő kormányfő akar lenni, a miniszterelnöknek nincs más érdeke, mint az, hogy egy egységes erő álljon mögötte, nem az, hogy hat dirib darab, akik egymást össze-vissza zsarolgatják. Hát ennek semmi teteje nincsen. Én most emlékszem még mindig arra, hogy milyen volt az MSZP-SZDSZ koalíció. Én sokszor kiszoktam magam kérni, hogy az nem MSZP kormány volt, bocsánat, az egy MSZP részvételű SZDSZ kormány volt, csak ugye nem ezen a néven futott. Na de ugyanúgy, hát amikor mondjuk semmilyen miniszterelnök helyettes úr egy 70 milliárdos vadászati világkiállítás, csak úgy világ, nem is világkiállítás, egy vadászati kiállítást 70 milliárdért leakaszt magának, azért ez is valahol a zsarolásnak egy minta esete. De oké, én értem természetesen a politikai logikát, aritmetikát, sok mindent, de amikor azt mondjuk, hogy a Fidesznek is van egy kamupártja, az ellenzéknek is van egy kamupártja az országgyűlésben, ez se szép, de még úgy tolerálható. Még az KDNP-t kamupártnak nevezni, ezért azért sokan megsértődnének. A KDNP-t kamupártnak nevezni nem biztos. 10 éve nem indult soha semmilyen önálló választás. Azt se tudjuk, hogy ki szavazna rá, 1% körüli a mérés vele szembe. Hát azért ez ilyen értelme, akkor kamu frakció, maradjunk ennyi, bocsánat, pártként nem kamu, frakciónként mindenképpen. Na most ugye, amikor az ellenzék mai 7 pártjából, most mondjuk így 5, hát nem is feltétlenül jutna be önállóan az országgyűlésbe, akkor azt mondani, hogy most rögtön 5-re emelik a kamu frakciók számát. Szóval ez nekünk olyan szinten volt, hogy mindenről lehet beszélni, de ez a sok frakció, ez egy B-terv, ez a vereség B-terve. És ilyennel eléjállni a választóknak, miközben mi magunk is kormányváltásban vagyunk érdekeltek, ez valahogy az önérzetünkben nem fért bele. Meglátjuk majd, Szanyi Tibor, köszönöm szépen a beszélgetést. Biztos, hogy vissza fogunk még térni erre, mert rendkívül sok csavart tartogat az ellenzéki összefogás és ez a politikai harc. Köszönöm, hogy itt volt velem. Nagyon köszönöm én is a lehetőséget.